12,5 kilométert és 1390 méter szintkülönbséget kellett leküzdeniük a futóknak a szeptemberi hegyi futó világbajnokságon Bulgáriában. A festői szépségű Szapareva banya városában 35 ország képviseltette magát a VB-n, köztük a 17 fős magyar válogatott. A magyar válogatottban salgótarjani származású Szőlős András is meghívást kapott, miután a csapatból két futó lesérült. Így a zenitese futója 40 évesen első alkalommal ölthette magára a magyar címeres mezt. Rendkívüli megtiszteltetésnek vettem a szakvezetésnek ezt a megkeresését, hiszen azért én már 40 éves koromban erre valljuk be őszintén nem számíthattam. Önmagában az országos bajnokságon nyújtott teljesítményemmel elégedett voltam, de nem aspiráltam arra, hogy világbajnoki versenyen való részvételt fog ez érni. Habár váratlanul érte Andrást a meghívó a magyar válogatottba, sikerült élnie a bizalommal, hiszen egyéni 115. helyezése mellett a negyedik legjobb magyarként a 19. helyhez segítette a nemzeti csapatot. A futás alapvetően jól ment, én úgy érzem, hogy minden tőlem telhetőt megtettem, tisztes helytállásnak lesz lehet ezt nevezni. Igazából óvatos kezdéssel próbáltam, hiszen sosem futottam még korábban ilyen rendkívüli szintkülönbségű terepen, ezért óvatosabban kellett kezdeni, mint egy olyan átlagos versenyen, mint amilyekhez szoktam. A végére rendkívüli módon elfáradtam, ez jelzi azt, hogy igazából minden tőlem telhetőt megtettem. Szőlős András edzője Telek András rávilágított arra, hogy miért is olyan embert próbáló feladat a hegyi futás. Az annyiban másabb, mint a síkfutás, a pályán vagy országúti futás, hogy itt teljesen más körülmények között, nehéz terepen, sokszor kövek közt, fák gyökerei között, rendkívül meredek terepen kell futni, csak hogy érzékeltessem. Ez olyan, a legutóbbi világbajnokság, ahol András indult, hogy mintha a Tóstrandtól a Karancs csúcsára kellene fölfutni, ez 440 méter szintemelkedés, de ezt háromszor egymás után, tehát 1400 méter körül szintemelkedést kellett nekik legyőzni. A hegyi futó VB-n kijelölt pálya teljesítése, tehát közel sem volt egyszerű feladat. A pályát összességében három részre lehet osztani. Az első fele egy rendkívül meredek és viszonylag jól futható rész. Ezt követően egy sík, körülbelül 3 kilométeres szakasz tette igazán nehezévé a pályát, hiszen a maradék részre kellett az összes többi szintkülönbséget leküzdeni. A vége az sokkal meredekebb volt, mint az első rész. Ott akadtak olyan részek is, ahol gyökerekbe, faágokba kellett egyáltalán ahhoz kapaszkodni, hogy az ember egyről kettőre jusson. Ez volt a legtechnikásabb része a pályának. Holdpontot igazából ezen az utolsó szakaszon éreztem, itt volt a legnehezebb ezen túljutni, de itt már azért az embert, a cél közelsége azért a segíti. A 32. hegyi futó világbajnokságot a férfiaknál az amerikai Joseph Gray nyerte meg, míg csapatban csupán egy ponttal megelőzve Olaszországot, szintén az Egyesült Államok győzött. A hölgyeknél a többszörös világbajnok osztrák Andrea Mayer szerezte meg a világbajnoki címet, csapatban pedig Olaszország lett az első. A Kodzsagogov Jacqueline Vince Zsófia Panyor Krisztina összeállítású magyar csapat a 12. helyen zárta a VB-t.